De sokkal alacsonyabb, 10 centivel pontosan, viszont a súlya is nagyobb, itt a kihívó tehát Derrick Gainer, aki már 10 éve szerepel a profik között. A rekordja 35 győzelem, 5 vereség, a 35 győzelemben 23-szor győzött KO-val. Itt pedig a címvédő Freddy Norwood, mind a két fiú amerikai. Hát vagy valószínűséggel megvédi világot. Nagyon tiszteletet parancsoló. A tengeren túli bírók működnek ezeken a mérkőzéseken, úgyhogy én is csak képernyőről ismerem őket. Kezdődik el. Sokkal statikusabb boxoló, mint ellenfele Gainer. 4-5-ször is talál, ebből 3 test volt. Jó fejre is. Ezek most egyértelműen Freddy Norwood pillanatai. Osztatta, hogy ő az esélyes és nyerni fogsz. És el is találja Norwoodot. Ez ám a meglepetés, kedves nézők. Nem is ütött eddig szinte Gainer. És nagyon eltalálta most Norwoodot. Rendület miatt esett fel, az biztos, hogy megvolt. Onér, hogyha valakit leütnek. Azt mondja, hogy meg kell próbálnia valahogy visszatámadni. Jobb kézzel előkészítés, ballal keresztbe ver. Ragyogó mozdulat. A Norwood erre nem számított. Nagyon pontos ütés volt. Pontos és jó nagy hely volt a két kezdcsikén súlyozott menetet hozott. Úgyhogy jelenleg, ha így alakul a dolog, akkor Gainer vezet a pontozóknál. Gainer, mint a felszabadulna, most már játszani is megpróbál. Megjött az önbizalma. Húgy de szép volt ez a balos ismét. Jó, és de gyönyörű volt az a bal egyenes. És nem rázza meg Norwoodot. Az nagyon keményen ott ült. Használja állandóan. Ezt is védi. Utolsó másodpercek. A birkózásba esetleg ezért lehetne valamit adni. Igen, az olimpián a magyar birkózó ilyen két vállat csinált volna, akkor számolnak rá. Igen. Bevághatta a fejét Norwood, és egy pillanatra nem is tudja, hogy hol van. Nagyon nagy baj van a világbajnok, ki fogják számolni? 11-ig elszámol a mérkőzés vezető? 11-t is hallottunk. Lehet, hogy elfelejtette, hogy meddig kell számolni? Ez érdekes jelenet volt, hogy hogyan történt ez az egész. Itt a lendülettől elesik gyakorlatilag Gainer, és magával rántja a világbajnok Norwoodot. Igen. Vagy esetleg a nyaka megbicsaklott Norwoodnak, és így a vér kiment, és lehet, hogy egy pillanatra nem tudta, hol van. Ez nagyon elment. Utána a lengő bordára is, ez mintha mély ütés lenne bizonyán. Sőt. Na ez érdekes jelenet. Na itt meg kell lépni egy bírónak. Mert attól függ, mit látott a bíró, mert a mély ütés a hóna alatt történt, tehát ő a két versenyző között volt. És valóban mély ütés volt, itt beleférne egy ütés. Hát a mai meccsen rájár a rúd Freddy Norwoodra, most ő próbálkozik, 4-5-5 soros testre. Most bajban van egy picit Gainer. Már igazán értékelhető ütés, talán ez a jobb volt most. Igen. Norwood pillanatai. Hú, kérd mekkora luft. Ütésre. Próbálja puhítani testtel Norwood, de eddig nem sok erőt vett ez ki belőle, már mint Gainerből. Nagyon jó fizikumú srác. És azért meg lehet nézni, hogy könnyökkel kizárja ezeket az ütéseket, meg felkarral, alkarral. Tehát ütőtávon belül is védekezik. Lezárja a testét, hopp egy gyönyörű, jobb. Gyönyörű, kettő! Újra a földön a világbajnok! A betyárját! Hát mi van ma itt este? Másodszor gyakorlatilag a földön úgy, hogy ütéstől, és ez is egy teljesen tiszta kombináció volt. Norwood nagyon nagy baj van. Hát ezt a mérkőzést már nehéz lesz visszahoznia, és Gainer érzi. Hát nagyon verik a világbajnokot jelen állás szerint, pedig a menet elején úgy tűnt, hogy Norwood talán magára talál. Gainer nem a levegőbe beszélt a meccs előtt, én nagyon jól boxol, és fölkészült nagyon Norwoodból. Na itt egy kis fogás,
utána kijött. Itt volt az a jobbos, és a bal, ami gyakorlatilag leviszi őt a földre, mind a kettő talált tisztán. Gyönyörűen hajol el Gainer, és ezt kérem szépen tanítani lehetne ezt a horgot. Teljesen szabadon maradt az áll. És az eddigiek alapján Derrick Gainernek meg kell nyerni ezt a mérkőzést, ha így marad. Mélyet ütött. Mélyet. Nagyon mélyet ütött, és utána vissza. Na hát milyen jelenetek tartítják ezt a mérkőzést. Na most mit csinál Norwood? Tudja, hogy a hajó elment, egyszer már fölállt ilyen mélyütés után. Na lehet, hogy most lemarad. 10-ig száma van a mérkőzés vezető, 11. Na meddig megyünk még? 15. Nincs annyi ujja már. Vége, nem engedi tovább. Na kérem szépen, ez egy érdekes dolog. Ezek szerint Derrick Gainer a világbajnok, a mérkőzés vezető kiszámolja Freddy Norwoodot. Norwood mutatja ugyebár, igen, hogy ez szabálytalan ütés volt, és ilyenkor igen, hát ő a győztes. Igen, csak hát sem maradt, nem föl tudott volna ő állni, és amikor rájött, hogy befejezik a meccset, akkor már készen. Így van, Gainernek adják a meccset, tehát technikai káosz.